utóbbi fordulóban 2 góllal itthon kikaptunk az MTK ellen egy szoros meccsen. Mi hiányzott szerinted a pontszerzéshez, vagy a pontok megszerzéséhez? Mi az, amiben előre kell lépni? Hát sajnos a második fél időben nagyon beleestünk a saját hibáinkba, nem tudtuk őket kijavítani, és úgy gondolom, hogy a támadó játékban az előnyszerzések nem voltak meg, és erre fektetünk szerintem most nagyobb hangsúlyt, hogy a mostani mérkőzésen majd ezeket javítsuk. A következő fordulóban Vácra látogat a csapat, ugye szombat este. Nagyon emlékezetes meccset vívtunk ellenük az ősszel, ugye itthon tartottuk mind a 2 pontot. Nagy kap volt, de hát nem tudom először is, hogy mennyire lehet abból meccsből kiindulni, illetve mit vársz magától a találkozótól? Hát ezek a mérkőzések nagyon kiki mérkőzések, nagyon örültünk annak, hogy ősszel itthon tudtuk tartani a 2 pontot, azonban a Vác egy rendkívül erős és fiatalos csapat. Sokat készülünk rájuk, bízom a csapatban, mivel szeretnénk kijavítani a múltkor elkövetett hibáinkat, és úgy gondolom, hogy ha együtt összefogunk, akkor ez sikerülni is fog, és a szurkolóinkban is nagyon bízunk, mivel eddig is nagyon sokat támogattak bennünket, és most is nagyon lesz szükségünk lesz rá.